Rengeteg pékség fog bezárni a következő hónapokban az energia és az alapanyag árak drasztikus emelkedése miatt, vallják a szakemberek. 40% feletti inflációnál jár a tojás és a liszt is, ráadásul erre még rájön a rezsi drasztikus emelkedése, így bizonyos kenyereknél a 80%-os drágulás is reális. A gabonaválsággal indultak a pékségek nehézségei, amit tovább súlyosbított az infláció. Nem csak a kenyérért, a kifliért, a zsemlért, hanem az összes péksüteményért egyre többet kell fizetni. Domborai Anett szerint a mostani helyzet azoknak a kisvállalkozásoknak a legnehezebb, akik minőséget szeretnének adni a vásárlói körüknek egy elképesztően nehéz időszakot élünk meg. Ugye az általános infláció mértéke is most már meghaladta a 20%-ot, ez az élelmiszeres esetében 40% fölötti, és minden ö, alapanyag, ami minket érint, még jóval effölött fölött van, tehát ö, a drágulás leginkább a tejtermékeket, a tojást, illetve a liszt, lisztet érinti, ö, tehát ténylegesen azok az alapanyagok, amiket mi itt használunk a gyártás során. Így a kenyérnél már a 80%-os inflációs értékekkel lehet számolni, amihez még hozzá tartozik az energia árak növekedése. Utóbbi kiadás szintén be kellene építeni a vállalkozóknak, viszont a kereslet már így is tagnál, vagy csökken. Igazából a kenyér az lesz Magyarországon most épül egy vagy most épült egy óriási gyár hatfamban, ami ellátja az ország 10%-át. Tehát lesz kenyér, csak a kérdés az, hogy milyen minőségű kenyér lesz, illetve mennyiért. Tehát viszont a kisvállalkozók, akik tényleg szeretnének egy jobb minőséget adni, ők már nem tudják a zárakban érvényesíteni azt a fajta töbletet, amit kellene, és amit eddig tudtunk igazából, és ez itt esetünkben is a legnagyobb probléma most. Domborai a net is átcsoportosításokkal és átszervezésekkel készül. Nagyobb hangsúlyt fektet olyan termékkörökre, amik kevésbé alapanyagigényesek. Úgy látja, egyre többen készítenek otthon kenyeret, így ebben is segítséget nyújtanak különböző kenyérsütő tanfolyamok indításával.